Üdvözlök ismét mindenkit! Semmi sem változott, de... Ó, mindjárt menni fog a vonatom! Siessünk, gyerünk! El fogom érni! Várjunk csak! Nem is vagyok biztos, hogy oda kell mennem. Legjobb lesz, a segítséget kérek a gömbvillámtól először. Ó, hatalmas gömbvillám, mondd meg, hova menjek! Station Square? Akkor jól sejtettem. Remélem nem fognak rajta kapni a briccelésen. Majd kifizetem gyűrűben. Na de azért odafelé nem tartott ennyi ideig az út. Biztosan lerobbantunk egy csomószor, csak nem akarták mutatni, mert csak lelassította volna a játékmenetet. Igen, és ha jól emlékszem, akkor most jön a kaszinós rész. Mi az, miért nem enged be? Ja, persze, előbb kelleni fog a Light Dash kiegészítés, és utána a kaszinó. Oké, akkor irány a Light Dash kiegészítés. Csatorna time! Aztán Sonicot hirtelen elgázolta egy araszoló Ferrari. Vége. És helyben is vagyunk. Süllyedjünk mélyre! Now you've got light speed shoes. Press and hold the action button to store up power. Once you have enough power, release the button and you can do the light speed dash. The light speed dash lets you race toward rings at light speed. As long as there's a trail of rings, you can go just about anywhere. Hát, ezt azért nem mondanám, de minden esetre jól hangzik, hogy bárhova mehetek vele. Bár végül is elég sok trükköt lehet vele csinálni, szóval... féligasság? Na, most már elmehetünk a kaszinóba, csak ez hiányzott hozzá. Most már ki fog nyílni az ajtó, és be fognak engedni, hogy egy jót kaszinózzak. Az a hülye Ferrari még mindig kísért engem. Na, nézzük. Szezám tárulj! Yeah! Menjünk és vegyük el a pénzünket. De előbb ki kell nyitni a kaszinót. Nem engednek be csak úgy. Kíváncsi vagyok rá, hogy rajtam kívül még hány VIP vendégnek van fenntartva ez a bejelentkezési módszer. Felettébb frappáns, ha engem kérdeztek. Na hát a most következő pálya valószínűleg az egész játék legunalmasabb pályája. Semmi más nem kell csinálni, mint hogy gyűrűt gyűjtsünk, vagy flipper pályán, vagy egy külön platformer pályán. Aztán, hogyha elég gyűlik össze, akkor kirázzák belőlünk egy pódiumon, és a pénzhalmokon felkapaszkodva megszerezhetjük a Chaos Emeraldot. Yeah! Hála a jó égnek, azonban szerencsére ezt a pályát csak Sonickal kell teljesíteni. Nem mondom, hogy a kaszinóba senki mással nem kell jönni, kell, de ezt a gyűrűgyűjtős marhulást senki mással nem kell csinálni. Viszont, hogyha nem lenne benne a játékban, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy miért nem tettek bele ilyen kis cuccot? Szerintem azért jobb lett volna, hogyha csak egy ilyen opcionális mini játékként teszik bele, mert ez így Sonickal ráadásul baromi unalmas. Esetleg télszel kellett volna. Bár neki ott van a versenyzés. Ó, most előttem az egészet! Jaj, Tél sztoriának vége el van spoilerezve. Mintha nem tudtátok volna. Abban az esetben, hogyha nem gyűjtünk elég gyűrűt itt még a flipperes részen, lekerülünk egy másik pályára, ahol aztán vigyázni kell, hiszen sérülhetünk az ellenségektől, és ott is lehet jó sok gyűrűt gyűjteni, amit aztán, mint mondtam, be lehet váltani annál a pódiumnál, ahol kirázzák belőlünk. De azt hiszem, hogy ha itt elég gyűrűt gyűjtünk, akkor nem kell még külön végig mászkálni az ezutáni pályán. Hát annak a kickbacknek rohadt sok értelme volt, hogyha attól függetlenül, hogy ott van-e, vagy nincs, így is úgy is beesik mögötte a labda a lyukba. A francba! Nem baj, még van egy utolsó lehetőségem. Bár emlékeznék rá, hogy mennyi gyűrűt kell itt összegyűjteni, akkor legalább nem kéne fölöslegesen szarakodni, hogyha esetleg már többet gyűjtöttem össze, mint amennyit kéne. Azt azért mélységesen kétlem, hogy 130 gyűrű elég lesz, úgyhogy fogunk mi még itt lébecolni egy kicsit. Ó, ezt eddig észre sem vettem.
Minél tovább maradunk a sárga kapuk között, annál több gyűrűt kapunk egyszerre. Akkor az a számolásra telebb a kapuknál is valami pont duplázó lehetett, vagy triplázó esetleg. Remek, már olyan régóta csinálom, hogy a zene is véget ér közben. Á, felejtsétek el, újra kezdődött. Remélem, most már sikerül valami jó húsos bónuszt megszereznem ezzel a szerencsejátékkal. Úgy látom, hogy ha egy bizonyos egyezésért már egyszer megkaptam a bónuszt, akkor utána vagy randomon figyelmen kívül hagyja, vagy randomon ad érte valamit. Csak úgy. Jó, randomon. Na jó, most már egy kicsit kezdem unni. Ennek a gyűrű mennyiségnek elégnek kell lennie már, nem? Na, tegyünk egy próbát. Hoppácska, ups, ezer bocsánat, egek, milyen ügyetlen vagyok, jaj, szegény fejem, Gyertek, karok, gyertek, rázzátok ki belőlem a szuszt is, ez az, csináljátok, a mába is hagytátok. A francba nem elég, a fenébe. Ó, ne mondd. Prótip. Nem mondod. Na jó, próbáljuk meg még egyszer. Endless pinball. Yay. Ki tudja, meddig fog ezt tartani. Tudjátok mit? Nem foglak titeket untatni ezzel. Sejtem, milyen unalmas lehet ezt videón nézni. Hát még nekem játszani? Azt hiszem, itt vágni fogok egyet. Nézzétek, több mint 3 perc telt el, és nem történt semmi érdemleges. Nem maradtatok le semmiről. Ennyi gyűrűnek már elégnek kell lennie. Yes! Na végre! Újabb Chaos Emerald jutott a birtokunkba, és Eggman még mindig nem bukkant fel sehol. Most már tényleg kezdek nagyon rosszat sejteni. Pont. Instant kulcs a semmiből! Na, gyere télsz, lépjünk le erről a züllött bűntanyáról, erről a pénznyelő helyiségről, keresünk valami jobb szórakozást. Nincs csak ki van itt! Majdnem elütött! Jaj ne, elejtettem a Chaos Emeraldot teljesen véletlenül. Jaj, és ő pedig... Mi? Ideggázt vett be. Nem látok, vagy nem hallok. Eggman, fúj. Ez a cucc nagyon büdös lehetett, hogyha egész estére kiütötte őket. És senki nem foglalkozott velük, hogy ott hever 2 szerencsétlen állat az utcán, hiszen ezt elkönyvelhetnék akár állatkínzásnak is. Hol vannak ilyenkor az állatvédők? Hogy csináltad ezt, Sonic? Csak az egyiket ejtetted el, a másik biztonságban van? Miféle mozdulat volt ez? Persze, az egyik biztos kiesett, a másik meg nem. Egyáltalán hova tetted őket? Ez a Sonic játékosok egyik legősibb kérdése. Hová teszi Sonic a gyűrűket és a Chaos Emeraldokat, amiket összeszed? És hogy lehet az, hogy csak az egyik esett ki? Tudjátok mit? Maradjunk abban a teóriában, hogy lyukas volt az egyik zsebe, a másik pedig nem. Pont, kész, téma lezárva, ennyi. Úgy látom, Mystic Ruinsban valaki éppen most éli ki a robbantgatási fétisét. Ami szerencsére nekem pont kapóra jön, úgyhogy semmi baj, csak nyugodtan. Egészen addig oké, amíg nem engem robbantgatsz. Itt is ugyanazt kell eljátszani, mint az előző pálya ajtajában. Be kell tenni a kulcsot a zárba, és csak azután mehetünk be. És ismét bebizonyosodott, hogy egy hős vagyok, hiszen látjátok, hogy itt volt benne egy szerencsétlen ember a betonozott fal mögött. A lényeg az, hogy itt volt benne egy ember. Megmentettem őt, hős vagyok! Déjà vu, már megint lebeg a kő, akarom mondani a kulcs. A kulcs!
És mindjárt neki is kezdünk a harmadik pályának. Itt kéne lennie egy tónak, vagy igen, igen, itt van. Ja, hogy de itt Sonicnak nincsen. Mi az frissítése, felszerelése. Nem, az másnak volt, azt hiszem Bignek? Igen, mindegy, kezdjük a pályát. Ice Cap. Megint Chaos Emeraldot keresünk. Tök jó, amikor egy pályának a történet szempontjából semmi értelme nincsen, csak egyszerűen kitalálnak egy pályát, hogy kitöltse az űrt. Hogy legyen még egy plusz pálya, pont mint az előző, ez a Windy Valley. Ennek sincs túl sok értelme, de ettől függetlenül nagyon jó pálya, jó a zenéje is. Kár, hogy ebben az első szekcióban lévő zenét alig fogjuk hallani úgy 25 másodpercig, és utána már rögtön tovább lépünk egy másik szekcióba, ahol már más a zene. Tessék, mit mondtam, már véget is ért. De ez nem csak itt látható a játékban. Más, a játék más részeiben is többször bele fogunk abba botlani, hogy van egy része, amit pofátlanul rövid idő alatt meg tudunk csinálni, ilyen szekciókat vagy boss harcokat, de a zene, amit hozzájuk írtak, sokkal hosszabb és sokkal minőségűbb, csak mi ezt nem halljuk, csak a felvezető akkordokat. Majd meglátjátok később. Én speciál az életben nem gondoltam volna, hogy az előbb hallott zene még tovább tart, vagy legalábbis feltételeztem, hiszen gondoltam, hogy nagyon hamar megcsináltam ezt a részt, de kifejezetten jó hallgatni téli, hideg téli csendes napokon az előbb hallott zenét. Próbáljátok ki, mert baromi jó, tényleg. Ez a mostani zene már egy kicsit inkább a creepypasta kategóriába megy. Tényleg, hogy első hallásra is úgy gondoltam, hogy már ez inkább ilyen horrorokba élő zene lenne, de bármilyen meglepő egy Sonic játéktól, igen, nem csak a későbbi Sonic játékok próbálkoztak be komolykodással, persze ez volt az első, úgymond, komolykodó Sonic játék, de hát, mint azt tudjuk, a későbbi játékok is ebben jobban belepróbálkoztak. De még az SADX-en belül is lehet hallani ilyen kifejezetten horrorfilmbe illő zenéket. Majd meglátjátok, sok jó dolog van még hátra ebben a játékban. Nem hiába bírom annyira. Ez az arc, meg a játék összes többi arc kifejezése egyszerűen megunhatatlan. Jobb lesz, ha most hozzászoktok a snowboardozáshoz, mert még jó sokszor fogjátok látni a játék során. Lehet, hogy ez a játék sokszor használta újra a különböző pályákat, bár az igaz, hogy más-más formában, de újra használta végül is, és ez egy kicsit unalmasnak hathat. Bár mégis jobb egy kicsit változatosnak lenni többféle karakterrel, mint hogy mindig ugyanazzal a karakterrel csináljuk újra és újra ugyanazt. Amikor a Sega új karaktereket próbált bevinni a Sonic franchise-ba, nem tudom pontosan mi történt, mert én akkor még nem voltam így benne a Sonicban. Tehát én konkrétan az egészben csak a Sonic Heroes és a Sonic X-es időszakban kapcsolódtam be. Amikor még a McDonald's-ban is az SA2-ben idején promotálták az egészet. De én ezt úgy éltem meg, hogy ha a McDonald's-ba is eljutott Sonic, mint manapság napjainkban, közelmúltban a Skylanders, ez a Skylanders Spyro, akkor népszerűnek kellett lennie valamilyen viszonylatban. Mégis az utóbbi időkben, ami mielőtt kijöttek volna például a Generations, meg a Colors, meg az Unleashed, nagyon sokan papoltak amiatt, hogy milyen sok a Sonic karakter a Sonic játékokban manapság. Tehát a Heroes és az Adventure játékok után, meg a 2 után tényleg sok volt a Sonic karakter, de nem ez volt a baj, hanem az, hogy mindig ugyanazt, újra és újra ugyanazt a történetszálat használták fel, hogy végén fogjunk össze, az akárminek az erejével, legyen az barátság, vagy a megvilágosodás, és mindig ugyanazt, mindig újra és újra ugyanazt a történetszálat használták föl, egészen a 06-ig, és a végén itt fújt ki az egész dolog. A 06 bukása után viszont a Sega annyira berezelt egy igényes sztori megalkotásától, hogy nem is próbálkoztak utána. Persze ott volt az Unleashed, ami többé-kevésbé voltak benne komolyabb pillanatok, de többnyire mégis a helyzet komikum volt rá jellemző, ami az egész monumentalitását elvette a történetnek, mert a zenével mégis igyekeztek erre a monumentalitásra hajazni, de nem jött össze az állandó helyzetkomikumok miatt, amik úgymond elvették a monumentalitást a jelenetekből és magából a történetből is. A helyzet, persze az én szemszögemből nézve csak, tovább romlott a Colorsban és a Generationsben. A Colorsban már ténylegesen semmi drámai jelenet nem volt, és ami volt, az is már annyira elcsépeltnek tűnt a sok hűlés között, hogy az ember egyszerűen nem tudta komolyan venni, hogy persze végig hűlnek az egész játékon ketten, és aztán hirtelen egy pontszerű jelenetben minden komoly lesz. Aztán megint hűlnek tovább, szóval az egésznek elment az értelme.
A Generations pedig tényleg a legaljabb volt minden elfogadható történet számnak. Ott nem is volt történet, ami engem kifejezetten rosszul érintett, rosszul éltem meg a dolgot, mert a Generations-t összességében két és fél óra alatt kivittem. De erre majd még később visszatérünk, még úgyis jó sokáig tart az a játék, és bőven lesz időm kifejteni a Sonicos tapasztalataimat, amiket idáig átéltem. Most foglalkozzunk Knuckles-szel! És pont erről beszéltem nem sokkal korábban. Egy jó boss zene, és egy jó boss ötlet, de három ütést kell mérnem rá, és pislogtatok esetleg? Mert már vége is van. Ennyi volt. Ha van valami, amiben az SADX igazán rossz, azok a boss csaták. Többségükben igazából semmi kihívás nincsen, kivéve a végső boss, meg a történet végi bossokat, tehát a karakterek külön történeteinek végén lévő bossokat, de ezek a köztes bossok, ez úgy kínos, ahogy van. Lehet, hogy nem is szánták nehezebbnek, de a zenéből én azt feltételezem, hogy eredetileg valamikor a játék készülése során nagyobb dolgot szántak ide, de végül valahogy nem jött össze és maradtak ebben. Mindegy. Ez így is jó. Én úgy Isten igazából csak nagyon kevés dologra mondom rá azt, hogy rossz. Semmit sem mondok igazán rossznak, mert egy játéknak nagyon szarnak kell lennie ahhoz, hogy én azt rámondjam, hogy ez tényleg szar. Még a 06-ot is élveztem, hiszen egy remek kihívás a hardcore Sonicosoknak. Tényleg, hogyha nem játszottatok még a 06-tal, elismerem, tényleg szar játék, történeti űrökkel, meg érdekes momentumokkal, de a játékmenet egy akkora kihívás, hogyha azt végigviszed, akkor utána nem lesz az a Sonic játék, ami problémát okozhatna utána. Amit pedig az előbb a kicsit elcsépelt boss csatákról mondtam, azt kizárólag ezekre a fő karakter interakciókra értettem, tehát amikor előjönnek ezek a kis háromütéses, úgymond mini verekedések, mert nem is igazán vagyok benne biztos, hogy ezeket boss csatának lehetne nevezni. Viszont a káosz boss harcok kellően nagy kihívást jelentenek. Ebben egyet kell, hogy értsek. Van egy-kettő közöttük, amely kifejezetten idegesítő, amikor egy-egy hiba miatt nem meghal esetleg a játékos, hanem annyira elhúzódik, amíg kivárod azt a részét, amikor újra támadási felületet, szabad támadási felületet hagy, hogy a végén már lassan unni is fogod. Nem tudom, miért beszélek változó személyekben, de tök mindegy. Itt majd a boss csata során láthatjátok, hogy pontosan miről beszéltem az előbb. Nem lesz lényegesen nehezebb, van olyan boss csata is, ahol csak egy helyben átsorgunk, amíg megvárjuk, hogy a szerencsétlen boss végre ránk vesse magát, és biztosítson egy szabad támadási felületet számunkra, de nem lesz lényegesen nehezebb, és ez egy picit problémás azoknak, akik gyors és szüntelen akcióra vágynak, mert lényegében tényleg van olyan boss a játékban, ahol egy helyben állva várjuk, hogy végre ránk veresse a képét, és pofán vághassuk, majd meglátjátok. Persze történnek ehhez hasonló kínosabb pillanatok, amikor mi kerülünk úgymond gázos helyzetbe, és ebben csak az a gázabb, hogyha esetleg már a boss vége felé tartasz, és ott hurcansz ki esetleg, akkor megint az egészet végig kell átsorognod, hogy néha bele-bele üssél egyet a bossba. Ez tényleg gáz tud lenni, hogyha esetleg pont a vége előtt egy befejező mozdulat alkalmával purcan ki a játékos, és akkor az egészet előről kell kezdeni. Na, gyerünk! Ne támadjál már, inkább mutassad meg a hátadat! Hadd masszírozzam meg! Sonic a világ legprofibb ugráló masszőre. Ez egy tény. Nézzétek utána! Persze az összes nagy masszőri tudás és tapasztalat mind mit sem ér, hogyha a páciens nem működik együtt a masszőrrel. Na, végül csak sikerült kivégződnöd, nem volt ez olyan nehéz. Sonicnak pedig olyan fontos, hogy királypózban maradjon, hogy még azt sem veszi észre, hogy lassan megfullad. Hiszen ahogy látom, a víz felszíne alatt pózol. Na, de mielőtt elkaphatnánk Eggman grabancát, hirtelen megjelenik a semmiből a repülő erődje, mondhatni varázsütésre, és besegít neki. Nem lövi szét Sonicot az első adandó alkalommal, ahogy az egy gonosz tudós örök ellenség számára logikusnak tűnne, hanem csak arra használja, hogy elfusson vele.
Mindegy, majd megyünk utána, ahogy azt kell. Ez a repülő konzervdoboz sokkal nagyobbnak tűnt a prerenderelt bejátszásban. Ne, mindegy. Miért beszélsz istenfélő tisztelettel Káoszról, Eggman? Hiszen nem te ajánlottál Alkut neki? Mindegy, mindegy. Legalább Eggman nem nézi le a tettes társait, vagy mi. Nem is tűnt fel ez idáig igazán, csak most. Ez még abból a szemszögből nézve is érdekesen hangzik, hogy előzőleg éppen magát méltatta, hogy mekkora nagy géniusz ő. Most pedig valakire tisztelettel néz. Nyilván még maguk a játékkészítők sem gondolták át ennyire a dolgokat, mint ahogy most én. Hé, Knuckles, mi az a hirtelen támad, nagy tennivalód, ami most mindennél nagyobb fontosságú? Hiszen az előbb még ki akartad nyírni Sonicot, vagy mi? Legalábbis úgy tűnt. Vagy csak viccelődtél? Erre a kérdésre majd még később a játék során választ kapunk. Viszont most már rendesen benne vagyunk az időben, úgyhogy erre a részre ennyi elég volt. Spyro Guy kijelentkezik, és találkozunk majd legközelebb a következő részben. Addig is szevasztok!